Üdvözöllek benneteket! Aktuális leckénkben racionális számok négyzetét gyakoroljuk. Feladatlapunkban olyan számkifejezések értékét számoljuk, amelyek négyzetszámokat is tartalmaznak. Nézzük akkor a számkifejezéseket. Az első számkifejezésünk így szól, 2 mínusz, majd zárójelben 1 ketted az egész a négyzeten hogy törtként tudjak számolni, a kettőt rögtön föl is írom, mint 2 per 1, és számolom akkor most az 1 kettednek a négyzetét. Tudjuk, hogy egy tört négyzetét úgy számoljuk, hogy számlálót is, nevezőt is külön-külön négyzetre merünk. 1 a négyzeten az 1, illetve 2 a négyzeten az pedig 4. Hogy a 2 egyedből ki tudjam vonni az 1 negyedet, közös nevezőt kell keresnem. Az 1-nek és a 4-nek a legkisebb közös többszöröse a 4. Az első törtet bővítenem kell 4-jel, hiszen 4-ben az 1 megvan 4-szer. A második törtet valójában nem is kell bővítenem, hiszen marad ugyanúgy, 4-ben a 4 megvan 1-szer. Így akkor az első törtet, ha 4-jel bővítem, tehát számlálót és nevezőt is megszorzom 4-jel, az lesz a 8 negyed. Ebből a 8 negyedből most már ki tudom vonni az 1 negyedet, nevezőt csak átmásolom, számlálókat kivonom, ez lesz tehát a 7 negyed. Mivel a számláló nagyobb, mint a nevező, még azért a feladat végén alakítsuk át vegyes törté. 7-ben a 4 megvan egyszer, nevezőt csak lemásolom, a maradék pedig 3, ez lesz a számláló. Tehát 1 egész és három negyed. Nézzük most a B kifejezésünket. Nagyon hasonló, mint az előző, csak azt látjuk, hogy a zárójel a kettesre is vonatkozik. Tehát zárójelben 2-1 ketted, és az egész a négyzeten. Ez azt jelenti, hogy először a zárójelen belül elvégezzük a kivonást, majd a kapott különbséget emeljük négyzetre. Írjuk tehát akkor a zárójelet, az majd a végén a négyzeten lesz. A kettőt most is átalakítom törté, az lesz a 2-1-1 ketted. Itt is akkor most közös nevezőt keresek az egynek és a kettőnek, ez sem lesz nehéz. A legkisebb közös többszörös a kettő. Most is csak az első törtet kell bővíteni, mégpedig kettővel, hiszen kettőben az egy meg van kétszer. A második tört marad ugyanúgy. Nézzük akkor a zárójel belül ezt a bővítést. Kettő per hogyha bővítem kettővel, az lesz tehát a négy ketted. Az egy kettedet pedig csak lemásolom és ennek a zárójelnek a végén keresem a négyzetét. Most már ki tudom vonni a négy kettedből az egy kettedet, az lesz a három ketted, természetesen még mindig vezetem a zárójelet, hiszen a három kettedet négyzetre kell, hogy emeljem. Na és akkor most már megszabadulunk a zárójeltől, hiszen négyzetre emeljük a három kettedet, három a négyzeten, az lesz a 9, kettő a négyzeten pedig a négy és a 9, mivel nagyobb, mint a 4, tehát átalakítható, a 9 negyed még vegyes törté, 9-ben a 4 megvan kétszer, tehát ez 2 egész, a nevezőt csak lemásolom, a különbség, tehát a maradék 1, az lesz a számláló, tehát az végeredményünk 2 egész és 1 negyed. Ugyanezt a feladatot lehet, hogy gyorsabban is megoldhattuk volna. Ha kettőből kivonunk felet, úgy mert ugye az egy ketted az fél, akkor marad másfél. Keressük meg az 1,5-nek a négyzetét. Hát az 1,5 négyzetét úgy keressük, hogy először is 15-nek a négyzetét számoljuk. Ha tudjuk, hogy az 225 rögtön írjuk, ha nem, akkor kiszámoljuk. 5 a négyzeten az 25, írom az 5-öt, maradt a 2, 1 x az 5, annak a duplája az 10, meg az a 2 az 12, maradt az 1, 1 a négyzeten az 1, meg 1 az 2. 15 a négyzeten az 225, viszont mi az 1,5-nek keressük a négyzetét, két helyjel a tizedes veszőt mozdítom balra, 2,25. És a 2,1 negyed az valójában ugyanaz, mint a 2,25 század. Nézzük C feladatunkat. C feladatunk szinte majdnem ugyanaz, mint az e, a B feladat, azzal a különbséggel, hogy a zárójelen belül most nem mínusz, hanem plusz található. Először tehát kiszámoljuk a zárójelben az összeget, majd azt négyzetre emeljük. A kettes helyet ugyanúgy, mint hogy az előtt, írhatunk 2 per 1-et, ehhez hozzá kell adni az 1 kettedet. Ennek az összegnek keressük a négyzetét nevezők különbözők, most is keressük, tehát egynek és kettőnek a legkisebb közös többszörösét, ugyanúgy kettő. A bővítés ugyanúgy, mint hogy a B feladatnál, csak az első törtet bővítem kettővel, a második tört marad ugyanúgy. Így akkor a kettő egyedet, ha bővítem, lesz belőle négy ketted, és ehhez hozzá kell, hogy adjam az egy kettedet. És ennek az összegnek keresem a négyzetét. Most már összehathatom a 4-kettedet és az 1-kettedet, természetesen még mindig zárójelben, ez lesz az 5 kettet. És 5-kettednek a négyzetét most már könnyen ki tudjuk számítani, nézzük akkor külön-külön. 5-nek a négyzete az 25, 2-nek a négyzete pedig 4. És a 25-negyedét átalakítom még vegyes törté, 25-ben a 4, meg van 6szor, a nevezőt csak lemásolom, a maradék 1 tehát 6 egész és 1 negyed. Ennél a feladatnál is tudtunk volna gyorsítani, olyan formában, hogy ha kettőhöz hozzáadok felet, az kettő és fél. Kettő és félnek a négyzetét számolom a 25 huszonöt segítségével, 25-nek a négyzetét, 5 a négyzeten az 25, írom az 5-öt, maradt a 2, 2x5 az 10, annak a duplája az 20, meg az a 2 az 22, írom a 2-t, maradt a 2, és 2 a négyzeten az 4, meg 2 az 6. 25 a négyzeten, 625, viszont 2,5-nek a négyzete, 2 tizedes helyjel balra hozom a tizedes veszőt, 6,25. Tehát a 6,1 negyed ugyanannyi, mint a 6,25 század. D feladatunk nagyon egyszerű lesz. 5 a négyzeten, plusz 0,3 a négyzeten. 5 a négyzeten, nem azt jelenti, hogy 5x2, hanem 5x5, 5, tehát önmagával szorzom, ez lesz a 25. Figyeljünk arra, hogyha 0,3-at négyzetre emeljük, az nem 0,9 lesz, egy tizedes helyünk volt, így akkor a négyzetre emeléskor 2 lesz, tehát az lesz a 0,09, tehát 9 század. És a 25-öt és a 9 századot nagyon egyszerű összeadni, az lesz a 25,9 század elfeladatunk már nem lesz ilyen egyszerű. 16 a négyzeten, mínusz 9,5 a négyzeten. Hát számoljuk először is 16 a négyzeten, táblázatból tudjuk, hogy az 256, ha nem tanultuk meg, akkor ki kell számolnunk. 6 a négyzeten az 36, írom a 6-ot, maradt a 3. 1 6 az 6, annak a duplája az 12, az a marad, plusz az a maradék 3, az 15, írom az 5-öt, maradt az 1. És a végén 1 a négyzeten az 1, plusz az az 1, az 2. 16 a négyzeten, tehát 256. És most számoljuk a 9,5-nek a négyzetét a 95-ön keresztül. 95-nek a négyzete. Ez már egy picivel nagyobb szám, de viszont a rövidített módszere, gyorsan kiszámoljuk a négyzetét. 5 a négyzeten, az 25. Írom az 5-öt, maradt a 2. 9 5 az 45, annak a duplája az 90, plusz az a 2, amit jegyeztem, az 92. Írom a 2-t, maradt a 9. És a végén 9 a négyzeten az 81, plusz az a 9, amit jegyeztem, az pontosan 90. Két tizedes helyjel mozgatom a tizedes vesszőt, hiszen 9,5-nek a négyzetét keresem, így akkor az lesz 90,25 század. A feladat végén vonjuk ki, tehát a 256-ból a 90,25 századot. Kölcsön veszek, 10-ből 5-öt az 5, 10-ből 3-at az 7, most jön a tizedes vesző, 6-ból 1-et az 5, hiszen kölcsön adtam, 15-ből 9-et az 6, és 2-ből 1-et az 1. Az eredményünk tehát 165,75 század. Haladunk tovább, nézzük az F feladatunkat. 3,1 negyed, az egész a négyzeten, mínusz 7 a négyzeten. Hát ezt a feladatot megoldhatjuk törtként, vagy pedig tizedes törtként. Tört esetében, mivel a nevező, már látjuk, hogy 4, azt ha négyzetre emeljük majd 16, eléggé nagy számokat kapunk, Éppen ezért, ha valaki szeret tizedes számokkal számolni, javaslom, hogy alakítsák tizedes száma, és úgy számolja ki ennek a számkifejezésnek az értékét. Nézzük akkor először is az 1 negyed, mennyi lesz tizedes törtként. Bővítem 25-tel, azért, hogy a nevező 100 legyen, a számláló így akkor 25. A 25 századot leírom, tehát 0,25 század, két tizedes helyjel. A 3,1 negyed, annyi különbséggel, hogy 3,25 lesz, és ennek keresem a négyzetét. Ebből kell, hogy kivonjam 7-nek a négyzetét. Számoljuk akkor most 3,25-nek a négyzetét. Van egy hosszabb és van egy rövidebb módszer. Hát a hosszabb módszer úgy gondolom mindenkinek érthető, illetve ismerős. 325-öt megszorozzuk 325-tel. Indulok akkor a szorzással, 5 x 5 az 25, írom az 5, öt maradt a 2, 5 x 2 10, plusz 2 az 12, maradt az 1. 5 x 3 15, plusz 1 az 16. Most 2-vel szorzok, 2 x 5 az 10, maradt az 1, 2 x 2 4, plusz 1 az 5, és 2 x 3 6. Maradt még a 3-mal való szorzat, 3 x 5 az 15, maradt az 1, 3x2 6, meg 1 az 7, és a végén 3x3 3, az 9. Ha most számegyenként összeadom, 5 önmagában 5, 2 plusz 0 az 2, 5 plusz 5 az 10, plusz 6 az 16, maradt az 1, 7 plusz 6 az 13, meg 1 az 14, meg az az 1 az 15, maradt az 1, 9 plusz 1 az 10. 3,25-nek keresem a négyzetét, 2 tizedes helyen volt, akkor a négyzeténél 4 négy tizedes hely lesz, tehát megduplázódnak a tizedes helyek száma. Ha most levágok 4 tizedes helyet, az eredményem tehát 10,5625 tízezret. Nézzük most a rövidebb módszert, melynek a segítségével szinte egy sorban kiszámoljuk 325-nek a négyzetét. Indulok az első számjegynek a négyzetével, 3 a négyzeten az 9 majd az utolsó számjegynek a négyzete, 5 a négyzetén az 25. Most az első két számjegyet összeszorzom, 3 x 2 az 6, duplája az 12. Most az utolsó két számjegyet összeszorzom, 2 5 az 10, duplája az 20. Majd az első és utolsó számjegyet összeszorzom, 3 x 5 az 15, duplája az 30, és hozzáadom a második a középső számjegynek a négyzetét, 2 a négyzeten az 4, az összesen, tehát 34. Ha most indulok, 25, tehát írom az 5-öt, 2, 20 plusz 2 az 22, írom a 2-t, maradtak 2, 34 plusz 2 az 36, írom a 6-ot, maradt a 3, 12 plusz 3 az 15, írom az 5-öt, maradt az 1, 9 plusz 1 az 10 láthatjuk, hogy az eredményünk ugyanaz, természetesen még a 4 tizedes helyet vágjuk le, tehát így is azt kaptuk, hogy 3,25-nek a négyzete 10,5625 tízezred. És ebből a számból vonjuk ki 7-nek a négyzetét, 7 x 7 az 49. Az előjelek különbözők, a 49 a nagyobb szám abszolút értékben, tehát az előjel mindenféleképp mínusz lesz, és akkor most a 49-ből vonjuk ki a 10,5625-öt. veszünk, 10-ből 5-öt az 5, 10-ből 3-at az 7, 10-ből 7-et az 3, 10-ből 6-ot az 4, jön a tizedes vesző, 9-ből 1-et az 8, és 4-ből 1-et az 3. Az eredményünk tehát mínusz 38, 4375 tízezred. Folytatjuk tovább G feladatunkkal. 3 x 1,2-nek a négyzete. Mivel tudjuk, hogy fontosabb a négyzetremelés, ezért a 3-at és a szorzást csak lemásolom. 1,2-nek a négyzetét a 12-nek a négyzetével számolom. 12-nek a négyzete a 144, mivel a tizedes helyek száma megduplázódik, egy helyet 2 lesz, tehát 1,2-nek a négyzete 1,44. És akkor ezt az 1,44-et szorozzuk be 3-mal. 3x4 az 12, írom a 2-t, maradt az 1, 3x4 12 plusz 1 az 13, írom a 3-at, maradt az 1, 3x1 az 3, meg 1 az 4. Két tizedes helyen volt, annyit levágok, tehát az eredményünk 4,32 század nézzük utolsó két alfeladatunkat. A H alatt mínusz 7,12-ed, majd az egész a négyzeten, szorozzuk meg 223 harmaddal. A feladatban vegyes törtek szerepelnek, így első lépésként ezeket a vegyes törteket alakítsuk át A törté. Figyeljük meg, hogy az első részben egy negatív szám négyzetét számoljuk, tanultuk, hogy bármely számnak a négyzete, a nullát kívülve mindig pozitív. Így akkor ezzel a mínuszzal nem is kell foglalkoznunk. 7 1 ketted. 7 x 2, 14, plusz 1, az 15, ez lesz tehát a 15 ketted. Zárójelbe tesszük, és ez a négyzeten. Ezt kell most megszorozni a 2,2 harmadnak az áltölt formájával. 2 x 3, az 6, plusz 2, az 8, tehát ez lesz a 8 harmad. Emeljük négyzetre a 15 kettedet. 15 a négyzeten, tanultuk a táblázatból, az 225. 2 a négyzeten pedig 4. És szorozzuk be ezt most 8 harmaddal. Törtek szorzásánál mindig megpróbálunk egyszerűsíteni. Könnyen észrevehetjük, hogy a 4-et és a 8-at, mindkét számot el tudjuk osztani 4-jel. 8-ban a 4 megvan kétszer, 4-ben pedig egyszer. A 225-öt tudom 3-mal egyszerűsíteni, ezt onnan tudom, hogy egy szám akkor osztható 3-mal, ha számegyenek összege is osztható 3-mal. 2 plusz 2 plusz 5 az 9, osztható 3-mal, így akkor a 225 is osztható 3-mal. 22-ben a 3 megvan 7-szer, maradék 1, 15-ben a 3 pedig megvan 5 szer Így akkor már csak össze kell, hogy szorozzuk a 75-öt 2-vel, az pedig 150 és nézzük utolsó feladatunkat. Ki kell számolnunk, mínusz 3,12-nek, és a 4,5 négyzetének a szorzatát. Hát láthatunk egy vegyes törtet, illetve egy tizedes törtet. Mivel az itt látható vegyes törtet könnyen át tudjuk alakítani tizedes törté, számoljunk akkor tizedes törtként. Először is nézzük, mennyi lesz az 1,2 tizedes törtként. Hát valószínűleg ezt tudjuk azért fejből is, ha nem, akkor át le tudjuk vezetni, bővítjük 5-tel, azért, hogy a nevező 10 legyen, a számláló pedig akkor 1x5 az 5, az 5 tized pedig 0,1-es helyünk van, ideírjuk az 5-öt, tehát 0,5 tized. Mivel nekünk mínusz 312 ről van szó, így akkor ez annyiban módosul, hogy –3,5 lesz. Ezt a számot szorozzuk tehát a 4,5-nek a négyzetével hát számoljuk ki először is 4,5-nek a négyzetét, a mínusz 3,5-et csak lemásolom. A 4,5-nek a négyzetét a 45 négyzetének segítségével számolom. Nézzük a négyzetremelést. 5 a négyzeten az 25, írom az 5-öt, maradt a 2. 4 x 5 az 20, annak a kétszerese az 40, plusz az a 2, az 42. Írom a 2-t, maradt a 4. 4 a négyzeten, az 16, plusz 4, az 20. Tehát 45 a négyzeten, 2025. Viszont mi 4,5-nek a négyzetét keressük, egy tizedes helyünk volt, lesz most 2, így akkor ez lesz a 20,25 század. És akkor a feladat végén már csak össze kell szorozni a 20,25 századot 35 tel Nézzük még ezt a szorzást. Indulok az 5-össel. 5 x 5 az 25, írom az 5-öt, maradt a 2. 5 x 2, 10, plusz 2, 12, maradt az 1. 5 x 0, 0, plusz 1 az 1. És a végén 5 x 2 az 10. Most 3-mal szorzok, 3 x 5 az 15, írom az 5-öt, maradt az 1. 3 x 2 az 6, meg az az 1 az 7. 3 x 0 az 0, és 3 x 2 az 6. Ha most összeadom őket, 5 önmagában 5, 2 plusz 5 az 7, 1 plusz 7 az 8, 0 plusz 0 az 0, és 1 plusz 6 az 7. Megszámolom, hogy összesen hány tizedes helyen volt. Az egyik tényezőnél 2, a másiknál 1 az összesen 3, így akkor a szám végéről a tizedes veszőt 3 helyjel mozdítom balra. És le is olvasom akkor a végeredményünket melynek az előjele, figyeljünk oda, egyik tényező az mínusz volt, a másik plusz, tehát akkor az előjel mínusz lesz, 70,875 ezred. És ezzel feladatlapunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!